Protokolláris fogadás. Puskás Tivadar Európa legjobb kalapácsvetőjét, Pars Krisztiánt köszöntötte a Szombathelyi Városházán. Sörtér. Megszűnnek a parkolási gondok a Szavária Karnevál egyik kedvelt terén, a zeneiskola mögötti udvarban. Mesevár óvoda. A pincétől a padlásig megújul az intézmény, de váratlan műszaki problémák miatt elhúzódnak a felújítási munkálatok. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Prikazovics Ferenc. Jó estét kívánok! Puskás Tivadar köszöntötte Pars Krisztiánt, Európa legjobb kalapácsvetője, hétfő este érkezett haza Zürichből, kedden tartottak a tiszteletére protokolláris fogadást a Szombathelyi Városházán. A polgármester emlékeztetett, hogy Szombathely városa biztosítja a nyugodt felkészülést az olimpiai és Európa bajnokatlétának. Oklevelet kapott Szombathely városától Pars Krisztián. Gratulálok, Istenéltesen sokáig, és azt kívánom, hogy a következő versenyekben is ilyen eredményesen és jól produkáljál. A dobó ese kalapácsvetője hétvégén Zürichben védte meg Európa bajnoki címét a világ idei legjobb eredményével, 82 méter 69 centiméteres dobással, ezt a sikert ismerte el Szombathely. Puskás Tivadar polgármester emlékeztetett, hogy a város igyekszik biztosítani Pars Krisztiánnak a nyugodt felkészülést a világversenyekre. A nyugalom meg a béke az nagyon fontos mindenhol, nagyon fontos a sportban is. A sportban, ahol ugye versenyzés van, de hogyha a nyugalom, a béke megvan a háttérben, akkor lehet nagyokat produkálni. Sorozatban 6. világversenyén szerzett érmet Pars Krisztián. A dobóatléta az idei évben gyakorolt új technikájának tudja be a sikert, és azt, hogy le tudta győzni lengyel riválisát, Pavel Fajdeket. Ez most nagy példája volt annak, hogy igenis merni kell bevállalni dolgokat, hiszen az kicsit az újítás is, meg az, hogy bízol magadban, az nagyon fontos ilyenkor. És hát igazából ez volt ennek ennek a hangsúlya, hogy ezt meg tudjuk így oldani. Nem vár pihenés az olimpiai és Európa bajnok kalapácsvetőre. Szeptemberben a világkupán szerepel Pars Krisztián, valamint a Nemzetközi Szövetség kalapácsvető sorozata is vár rá. 2012-ben kezdték, mára 1 millió darab dupla kuplungot gyártott le a Szombathelyi Ellukás Szavária Kft. A termékjubileum alkalmából kis ünnepségen mondott köszönetet a gyár vezetése a munkatársaknak. A dupla kuplung nem csak gyártása során, hanem használata közben is környezetbarát, így várhatóan 10 év múlva már minden 5. új autóba ez kerül. Az Ellukás Szavária Kft. Szombathelyen 2012-ben még csak 2000 darabot gyártott az akkor Magyarországon újdonságnak számító dupla kuplungból. Mostanra elérték az 1 millió darabot. A környezetvédelme érdekében egyre szigorúbbak a káros anyag kibocsátást szabályozó előírások a világon, így az autógyártók részéről egyre nagyobb a kereslet az ennek a követelménynek megfelelő dupla kuplung iránt. A tervek szerint a jövőben évente 1 millió ilyen termék gyártása a cél Szombathelyen. Szeretnénk a effektivitást növelni, és szeretnénk munkaerő bővítéssel ott esetben növelni a kihozatalt. Ez egy 15%-os emberi fejlesztést fog vonni maga után. A dupla kuplung több mint 50 különféle alkatrészből áll. Mivel a szombathelyi gyár munkavállalói teljesíteni tudják a komoly minőségi követelményeket, így a vevői reklamáció nem jellemző. A termék jubileumi ünnepségen az Ellukás Szavária Kft. Ügyvezetője köszönetet mondott a kollégáknak jó munkájukért. Mihály Reinig elmondta, ez a termék fontos szerepet játszott abban, hogy a válság idején sem került az emberek munkahelye veszélybe. A termékvonal vezetője, Joachim Hoffmann arról beszélt, hogy várhatóan újabb termékgyártása is Szombathelyre kerülhet. Bemutatta polgármester jelöltjét és képviselőjelöltjeit az LMP Szombathelyen. A Lehet más a politika a 4. köztársaság párttal közösen mind a 14 szombathelyi választókerületben indít jelölteket. Kevesen jelentünk
Három szombathelyi körzetben 4K-s indul LMP-s színekben, míg 11 egyéni választókerületben a Lehet más a politika maga állít képviselőjelöltet Szombathelyen, jelentette be a párt vezetése hétfőn. A jelölt bemutatón elhangzott Horváth Zoltán, a párt polgármester jelöltje az október 12-i önkormányzati választáson. A bemutatkozáson arról is szó volt, hogy két rendszerkritikus párt fogott össze, és szeretnének alternatívát nyújtani a szombathelyieknek. A jelöltekről elhangzott, kultúrára, ifjúságpolitikai ügyekre, munkaügyekre is van szakemberük. Jelöltjeik az augusztus 23-án kezdődő kampányban is dolgoznak majd környezetvédelmi céljaikért. Az LMP legalább egy képviselői helyet remél a szombathelyi közgyűlésben. Az államalapítás ünnepén Szent István szobránál dr. Veres András megyés püspök celebrál Szent misét. Városunk tiszteletben álló polgárát, Ruzsonyi Zoltánt 90. születésnapján köszöntötte Puskás Tivadar polgármester. Rövid hírekkel folytatjuk. Államalapításunk ünnepén Szombathelyen a Szent István szobornál szerdán 8:30 ünnepi Szent misét celebrál Veres András megyés püspök. Ezt követően katonai tiszteletadással felvonják az ország zászlót. A rendezvény miatt forgalomkorlátozásra kell számítani délelőtt a Brenner-Tóbiás körút és a Jókai-Mór utca szakaszán, a Tompa Mihály, Nárai, Somlai Artúr, Kálvária és a Szent László király utcákban. A Vasis Kanzenben egésznapos kenyérsütés bemutatót tartanak, délután 3 órakor pedig kiállítás nyílik, Sólepárlás az Adrián címmel. A miniszterelnök szép korúaknak szóló oklevelével köszöntötte fel otthonában Puskás Tivadar polgármester a 90. születésnapját ünneplő Ruzsonyi Zoltánt. Az ünnepelt Szent Gotthárdon született, 1963-ban költözött családjával Szombathelyre. 8 évig volt Jákon körzeti orvos, majd belgyógyászként praktizált. A kórház fertőző osztályának vezető főorvosaként ment nyugdíjba. 3 gyermeke, 6 unokája és 2 dédunokája van. Szívesen tölti idejét tévénézéssel és rádiózással. A családi összetartás nagyon fontos a számára. Százezernél is több látogatót várnak az idei Szavárja történelmi karnevárra. Két nappal a kezdés előtt finiséhez ért a szervezés. Fesztivál díszt ölt a belváros, épülnek a bódék és pavilonok, lassacskán minden készen áll a vendégek fogadására. Karneváli lobogókat lenget a szél, díszítik a Tököli utcát, épül a diadalív is, készül a város az év legnagyobb rendezvényére. A Borok utcájában már áll a pavilonok egy része, a főtéren helyére került a mobil lelátó. A történelmi témapark is készen várja a hagyományőrzőket. Az idejében nagyon jól állunk, a fűnyírással elvégeztünk, a játékteret előkészítettük, végül is én azt tudom mondani, hogy a történelmi témaparkba beköltözhetnek a lakók, a történelmi témapark az készen áll. A Művészetek utcájában idén rekordszámú 44 művésszel találkozhatnak az érdeklődők, több mint 100 vendéglátó, 38 borász és 160 kézműves kínálja portékáját. A legnagyobb attrakció idén is a felvonulás lesz pénteken és szombaton este. A menet új elemekkel bővül, a reformkort, a Biedermeier időszakát és az első világháború éveit is bemutatják. Több mint 1000 jelmezest várnak. 500 az, aki hagyományőrző, tehát valamilyen harcászati katonai hagyományőrző csoport tagja. Ezen felül vannak még a mutatványosok, tehát gólyalábasok, tűzfújók, zsonglőrök, akik szintén zászlóforgatók, dobosok, zenészek, akik erősítik meg a felvonulási menetet, és hát a civil lakosság, aki beöltözik, ők is kb. 200-an vannak. A legnépszerűbb ruhadarabok ezek a tógák, és a pallák, a férfiaknak egyaránt, és a kisgyermek ruhák. Sokan öltenek történelmi jelmezt a karneválra. A római viseletek mellett a díszes reneszánsz és barokk ruhák is népszerűek elsősorban a hölgyek körében. Aki nem vásárol, kölcsönözhet is az alkalomra. Egész évben készülünk a karneváli szezonra, és a diákok varják, és készítik, és esetleg javítunk is az itt készült ruhákat. A szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a fesztiválozók biztonságára. A karneváliroda szomszédságában irányítási pontot hoznak létre, ahol 24 órás ügyeletet tartanak a mentők, rendőrök és katasztrófavédők. Körülbelül 200-an vannak kint a területen a rendőrséggel, mindenkivel együtt, akik a
a karnevalozók biztonságára figyelnek. Három kivetítőt is felállítanak, itt hasznos információk olvashatóak majd például az időjárásról, vagy szükség esetén a menekülési útvonalakról. Megszűnnek a parkolási gondok a zeneiskola mögötti udvarban. 28 új parkolóhelyet alakítottak ki, megoldották a csapadékvíz elvezetést, és a leendő parkosítási területeket is kijelölték. Az önkormányzat 33 millió forintot fordított a munkálatokra. A karneváli forgatag egyik kedvelt helyszíne a Sörtér. Itt kap helyet a fesztivál harmadik legnagyobb színpada, a vendéglátók pedig gasztronómiai csemegékkel várják a közönséget. Idén már komfortos környezetben szórakozhatnak majd az ide látogatók. A tereprendezés mellett új burkolatot is kapott a parkoló, amelyet a hétköznapokban a zeneiskola és a Szavária Szimfonikus Zenekar zenészei használnak. A jogi háttere is az, hogy 15 kiló felett, amennyiben munkaeszköz cipelni kell, már pedig a fagottok, csellók és több hangszer esetében így van. Az egészségkárosító, tehát igazából a munkaadónak gondoskodni kell arról, hogy meg tudjanak állni. Az egykori belső körforgalom megszűnt, helyette 28 új parkolót alakítottak ki. Ebből 18-at a dolgozók használhatnak majd. Új csapadékcsatornákat is elhelyeztek, hogy ne álljon meg az esővíz. Most ez a belső tömb is részben most már rehabilitációra került. Világítás, a burkolat felújítás és a leendő parkosítási területek is kialakítása kerültek. Folytatódik ez a sorozat. A belváros belső tömbje a Tököli utcában lesz még egy új parkoló felújítás, szintén hasonló tereprendezéssel és burkolatrendezéssel. A kivitelező július 1-én kezdte meg a munkát, összesen 33 millió forintba került a beruházás. Azzal, hogy Szombathelynek megszűnt az adóssága, azzal lehetőség nyílt a fejlesztésekre az idei esztendőben, mint egy 500 millió forintot tudunk fordítani arra, hogy a város útjait, a város parkolóit megújítsuk. Ez is abban a sorba tartozik. A karneváli előkészületek miatt a zeneiskola mögötti parkolót nem használhatják az autósok. Kettől forgalomkorlátozás van az aréna, a Kossuth, a Király utcákban, ami kiterjed a Bejci utcai parkolóra is. Váratlan műszaki problémák miatt elhúzódnak a Messevár óvoda felújítási munkálatai, így nem kezdődhet el a nevelési év ebben az épületben. A csoportokat öt másik intézménybe helyezik át, amíg a kivitelezésben nem fejeződik. Az önkormányzat és az óvodák vezetői igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a gyerekek minél kevesebbet érezzenek a változásból. Pincétől a padlásig megújul a Messevár óvi. A munkálatokat az integrált városfejlesztési stratégia harmadik ütemében több mint 100 millió forintból finanszírozzák. Májusban kezdődött a kivitelezés. Később a tető megbontásakor derült ki, hogy nem lehet az eredeti tervek szerint dolgozni. A födém ugyanis teljesen elkorhadt. A folyamatos hőingadozás úgynevezett hőhit hatására alakult ez így ki. Ez feltárás nélkül nem volt megállapítható, nyilván ekkor láttuk az egészet, amikor ezt feltártuk. Erre közbeszerzést írt ki az önkormányzat, ezt a közbeszerzést tegnap zárult le, sikeresen mi nyertük el a munkát, és folytatjuk. Egy új födén fog készülni, monolit vasbeton födémmel. A helyreállításra 5 millió forint plusz forrást szavazott meg a közgyűlés. November-decembernél előbb nem tudják befejezni a munkát, ezért szeptember 1-én nem fogadhatják a gyerekeket. Az öt csoportot más óvodákban helyezik el ideiglenesen. Saját csoportszoba és tisztálkodó helység áll majd a rendelkezésükre a megszokott dadusokkal, óvónőkkel. Az önkormányzat biztosítja azt is, hogy a autóbusszal a kisgyerekeknek a megfelelő helyszínre szállítása megoldott legyen, mint az odaszállítás, mint pedig a visszaszállítás, hogy ez aránytalan terhet a szülőkre ne hárítson. Augusztus 25-én hétfőn 16 órától az MMIK-ban összevont szülői értekezletet tartanak, ahol minden részletről tájékoztatják az érintetteket. A felújítás pedig gőzerővel folytatódik. A tetőtérben új helységeket alakítanak ki, az alsó szinten burkolatokat, nyílászárókat cserélnek, szigetelnek és a vizes blokkokat is korszerűsítik. A felső szinten, a tetőtérben olyan funkciók kerülnek elhelyezésre, amik eddig nem voltak meg az óvodában, hiányzó helységek, alapvető helységek, amik hiányoztak, ilyen, hogy gyermekfoglalkoztató helység, nevelői szoba, közösségi helység, irodák, felnőtt öltöző, mosdók, mosóhelység.
Az emeleti közösségi helyiségben a környéken lakó családok számára szerveznek majd programokat, játszóházat, előadásokat tartanak. Összesen 26 csapat indult a második alkalommal megrendezett Szombathelyi Sárkányhajó Fesztiválon. A legénységek 200, valamint 2000 méteres távon versenyeztek a csónakázótóban kijelölt pályákon, ahol több kategóriában hasonló képességű együttesek evezhettek egymás ellen. Immár második alkalommal hasították sárkányhajók a szombathelyi csónakázótó vizét, ugyanis a Szavária Turizmus Nonprofit Kft. A tavalyi nagy sikeren felbuzdulva ismét megrendezte ennek a speciális sportágnak a fesztiválját. A sporteseményt Hende Csaba nyitotta meg, aki a sportolás, a mozgás fontosságára hívta fel a megjelentek figyelmét. Mindenkit buzdítok arra, hogy álljon fel a fotelból, kezdjen el sétálni, kocogni, kutyát sétáltatni, mindegy mit, csak rendszeresen hetente háromszor mozogjon. Sokkal tovább fog élni, és ami fő, sokkal jobb minőségben. A második Szombathelyi Sárkányhajó Fesztiválra összesen 26 csapat adta le a nevezését. A legénységek többsége a Vasi megyeszékhelyről érkezett, ám jöttek együttesek Szentgotthárdról, Rönökről, Győrből és Budapestről is. A tavalyi évhez képest szinte megdupláztuk a csapatoknak a számát, ami nyilván a mi munkánknak is köszönhető, de inkább arra szeretném felhívni a hangsúlyt, hogy hatalmas nyitottság és érdeklődés van a másik oldalon. Közösségeket, cégeket, egyesületeket, intézményeket szólítottunk meg. A résztvevők rendkívül fontosnak tartották magát a versengést, de legalább ennyire előtérbe helyezték a közösség építésének lehetőségét is. Sporttudományi intézet csapata leszünk, sportosok a nevünk, azért hoztuk létre, mert mi ezzel foglalkozunk, mi mindig versenyeztünk, bár már a korunk és az erőállapotunk nem olyan, de egy verseny nekünk is meg kell jelenni, és nagyon jó bulinak tartjuk, nem az eredményt tartjuk a fontosnak, hanem hogy együtt legyünk ennyi jó sportoló emberrel. A csapatok 200, valamint 2000 méteres távokon mérhették össze tudásukat, felkészültségüket. A szervezők több kategóriában írták ki a versenyt, ennek köszönhetően hasonló képességű együttesek evezhettek egymás ellen. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!